Nézőink, ha jól emlékszem, Karinthy Frigyesnek van egy nagyszerű mondása, ami úgy szól, hogy miért nincs sohasem egyetértés a férfi és a nő között. Azért, mert mind a kettő mást akar. A férfi a nőt, a nő a férfit. De nem biztos, hogy ez így van. Most egy kiállítás kapcsán jutott eszembe mindez a hasonlat. Gyémánt Lászlót köszöntöm egyrészt, jó reggelt kívánok, jó reggelt. Festőművész, és Adély Edén a festőművész, jó reggelt kívánok. A mi történetünk, ez a kiállításnak a címe. Az első kérdésem az, hogy lehet valaki egyszerre alkotótárs, művész és múzsa is egyben? Mert ez egy kérdés. Már hogy a csodában ne? Ez egy jó és pontos válasz volt, igen. Persze. Sőt, ez mind egymás segítő tényezők. Akkor az a kérdés, hogy ez a, bocsánat, most csak a címet mondom, a mi történetünk. Ez hogyan is alakult ez a történet? Én a Lőcét 16 éves koromban ismertem meg. Sárospatakon. Én sárospataki születésű vagyok, és Laci az Óbudai Festőiskolával egy festőtábort szervezett Sárospatakon, ahol én is részt vehettem, és ebben az időben a tévében ment egy sorozat Találkozások címmel, ami a festőiskolának az életét mutatta be, és én innen ismertem már Lacit, és mindig az volt a vágyam, hogy Istenem, egyszer bárcsak én is ebbe az iskolába járhatnék, és amikor egy hónapon át festhettem a festőiskolásokkal a nyári táborban, utána az érettségi után jelentkeztem, felvételiztem Lacinak a festőiskolájába, ami egy Holbein rajznak a lemásolását jelentette, és így kezdődött a mi találkozásunk, és számomra Laci máig is a mesterem. Azt szeretném megkérdezni, hogy könnyű felismerni a tehetséget? Tehát, hogy ebben a táborban látott egy 16 éves lányt, aki megnézte az alkotásait. Egyből látszik a tehetség? A tehetség egyáltalán egyből látszik. Mint ahogy az életek folyamata is ahhoz valami oltári szerencse kell, hogy az egy vonalon végigvezethető legyen és ne legyenek buktatók. Ez kizárt dolog. Az életek velejárója, ez a bizonytalanság. Tehát az van, hogy az ember ránéz valakire, mármint arra, amit produkálni képes, és akkor arról megállapítja, hogy van hozzá érzéke. Na most itt vannak fogalmak, amiket tisztázni kell. Mert az, hogy tehetség, amint ez jelentés tartalma is adja, hogy azt művelni kell, akkor lehet belőle valami. Tehát az különben csak olyan gyémánt, ami nem mint én, de amit úgy a földből kibányásznak, és az a még nincsen sokkal megcsiszolva. Hát el. Értettem. Most én rengeteget harcoltam azért, hogy engem ne legyen lehetséges megcsiszolni. Azt nem szerettem volna. Az is nagyon érdekel engem, ezen a kiállításon is itt vannak mindenkinek a saját munkái. Hogyan dolgoznak? Tehát, hogy együtt, egymás mellett, miként? Van, amit meg tudnak egymással beszélni, vagy kell egyáltalán valamit megbeszélni? Egymás mellett van a festő állványunk, és valamikor sztereóban festünk, mindenki sajátját. Van, amikor én szünetet tartok és zongorázom. A Laci nagyon szereti, hogyha aláfestő zenét szolgáltatok így számára, hogyha mondhatom így. De
amikor festünk, akkor mind a ketten belemélyülünk a saját művünkbe, és természetesen meg is vitatjuk, és én is szoktam Latinak föltenni kérdéseket a festményemmel kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban még emlékszem, amikor a festőiskolába jártam, akkor egyszer mondta a Laci, hogy jól van, Prüntyi, és én akkor olyan boldog voltam, hogy megdicsért, és mindig arra vártam, hogy mikor lesz a következő alkalom. Ezt azért tartom fontosnak, mert én nekem gyerekként, és mindig az volt a legfontosabb, tehát ne azt mondják nekem, hogy már megint nem csináltad meg, és ez nem szép dolog, hanem azt, amikor valamit megcsináltam, arra mondják azt, hogy ügyes voltál, jó volt. Ez nekem kifejezetten fontos. Milyen volt a megnyitó? Fenomenális. Komolyan. Azt kell mondjam, hogy egy olyan nem várt atmoszféra vette körül az egész jelenlévő társaságot. Minden mindennel összefolyt, és valahogy azt juttatta eszembe, amikor egy pályakezdő voltam, és tele izgalommal, mert valójában egy kiállítás az olyan, mint egy kolokvium. Tehát ez nehéz ezt pontosítani, de azt hiszem, hogy valamennyire érezhető, hogy mit tetszek alatta. Tehát ez a tömeg, amelyik ott volt, hogy az utcán is jártak és nem fértek be. Hát én nekem azért ez mondjuk a 60-as években kijutott, de az elég volt annyi, hogy én olyan dolgokat hoztam be, szellemileg, meg tárgyilag is, ami szokatlan volt. Értettem. Most ebből három dolog következett, nem csak azért, mert volt a három T betű, a tiltjuk, tűrjük, támogatjuk, és azt meg kellett mindig az embernek satszolni, hogy pillanatnyilag melyikbe tartozom. De az akkor derült ki, mikor zsűri volt. Na tehát ez egy óriási dolog volt, amiben én féltem, én mindig félek. Én nagyon gyáva ember vagyok. És féltem attól, hogy ma ilyen viszonyok között, mint ahol mi vagyunk, van-e valaki, akit ez érdekel? És volt, és van. Hát ez valami olyan extra szerencse, de hát akár mekkora volt az a közönség, az nem volt a teljes Magyarország, hanem egy bizonyos válogatott közönség, de mindig ez a válogatott közönség volt az, amelyik a művészek mellett állt, a művészeket támogatott, tehát nem kell oda óriási nagy hadsereg, ott kell a háborúhoz. De. Ez jó. Ha már akkor a kiállítás, meddig és hol látható? Mert azért ezt még nem beszéltük meg, bocsánat, mutatom a kamerának a kiállítás katalógusát. Mindenkit biztatok, hogy menjen el, de hova és meddig? A kiállítás a Társalgó Galériában, Kereti Károly utca 22-ben látogatható, június 29-ig. És ez a galéria ez most éppen 30 éve létezik. Akkor ez egy kifejezetten jó időpont volt, hogy önök állítanak ki ebben a galériában, pont ezen a napon, vagy pont ebben az évben, bocsánat, pont ebben az évben. Tehát június 29-ig, tessék elmenni, aki csak tud. A Társalgó Galériában megnézni a kiállítást, Gyémán Lászlói kiállítását. És ami még fontosabb, hogy gondolkodjon el mindenki, hogy azon, hogy mindenkinek van úgymond mi történetünk, mindenki életében van mi történetünk, és hogy ez hogyan lehet leolvasni ezekről a képekről, hát erre nagyon kíváncsi leszek. Hát mondjuk nem teljesen egy síkon
érdekel engem a saját történelmem, mert éppen azért, mert kicsit túl sok kép foglal helyet már, ami nagyjából azt is jelenti, hogy nem nagyon veszik. Na most ez teljes érthető dolog, ebben semmi ördögi nincs, mert mondjuk annélkül, hogy egy kép van a falon, vagy az üres, az az élet szempontjából teljesen lényegtelen. Mert ha van ott kép, akkor az egy díszítő elem általában, nem mindig, általában. És ha nincs ott az a kép, de van zsíros kenyér, akkor lehet a holnapra is gondolni. De hogyha a zsíros kenyér veszélyben van, akkor útban vannak a képek, aminek nincs helye, mert nem arról szól az élet. Tehát ezt most pillanatilag mondom, úgy értem, hogy ma a lóbuson nem kedvez az idő a művészetnek. De ennek ellenére alkotni kell mindenkinek, minden művész embernek kell alkotni, és kívánom, hogy még legyenek kiállításaik, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és önöknek nézők, kedves nézők, azt tudom javasolni, hogy tessék el menni a Társalgó Galériába. Június 29-ig látható a kiállítás, a Mi Történetünk című kiállítás. Én biztos el fogok menni. Kicsit érdekes lesz, hogy a képeket nézegetem, de el fogok menni. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, nagyon tartalmas volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőim, ennyi volt már a Pirkadat. Holnap reggel Brajer Péter fog önöket köszönteni velem, legközelebb pénteken találkozhatnak a Pilpulban. Addig is a legjobbakat.